Rendkívüli helyzet van, alsó hangon is 8,5 milliárd a pécsi költségvetés hiánya, mondja az ÖPE önkormányzati képviselője. Kővári János ezért megoldás sürget. Két ingatlan eladással szerezne gyorsan pénzt a kifizetetlen számlák rendezésére. Az egyik az a vásártér, amiről eddig nem beszéltünk, hiszen a vásártér az Expo Centerbe beköltöztethető lett volna már régen, és akkor az Expo Centernek is mindennapi működési bevétele lenne, fenntarthatóbbá válna, mint ami most a kiadások tekintetében, és a vásártér pedig ugye a mellette lévő ipari tevékenységet folytató cégek számára hasznos gazdaságfejlesztési teret is adna. Májusban már az eladási listára került a másik ingatlan. Ettől az önkormányzat is szívesen megválna. A másik a reptér, amelyik 10 éve itt van Pécsett, és azóta egyetlen forintot sem tudott rákölteni az önkormányzat, tehát megint csak, hogyha meg kell válni valamitől, akkor a reptértől azért is érdemes megválni, mert esetleg szakmai befektető vagy az állam be tud tenni fejlesztési forrásokat is, és akkor egyrésztről most akuttan pénzhez is jut az önkormányzat, másrésztről pedig fejlődik egy fontos ingatlan a városnak. Ez a két ingatlan piacképes, Kővári János szerint. A városüzemeltetés pazarló, ez szintén a hiányt növeli. A helyi buszközlekedést nem tudja például fenntartani a város, amelyik 300 millióval került többe az átszervezés után, mondja a politikus. Ezért menedzselni kell a várost, olyan gazdasági tervet kell készíteni, ami képes a hiányt eltüntetni. Ezért az ÖPE szakértőivel együtt elkészíti ezt őszre. Kővári János azt mondja, szeretné, ha a képviselőtestület majd tárgyalna az elképzeléseikről.